Tátra után Tibet? Hát azt hiszem, a Tátra az Suhajda Szilárdnak az egy ilyen kis játék lenne, no? Igen. Csak azért mondja az András, mert én februárban voltam a Tátrán, 2600 méter felvonóval. Tehát, hogy de hogy az és ott palack sem kellett. Nem. Igen. De amiről itt most beszélni fogunk, az az, hogy egy extrém csúcstámadás lesz május, június, az lesz majd az a bizonyos időablak, és a cél a Mount Everest. Így van. Egyébként a Tátra, főleg a magas Tátra értéke, az soha nem fokozódik le akkor sem, ha jártam már ilyen messze és ilyen magasan. Egyébként hegymászó szemmel egy életre elég kihívást kínál a Tátra, csodálatos hegység. Valóban igazából ezen a héten, március 23-án veszi kezdetét a Kyocera Everest expedíció 2023, és célom feljutni földünk legmagasabb pontjára, a Mount Everest csúcsára, 8848 méterre, oxigénpalasz nélkül és magashegyi teherhordók segítsége nélkül. Ez azért érdekes, mert ugye magyar hegymászó bár járt a Mount Everesten, de ugye palackkal, tehát hogy nem palack nélkül. Így van, több megmászása is van már. Igen. Az Everestnek, de mint palackos magyar megmászás. Igen. És való igaz, hogy eddig palack nélkül még nem sikerült magyar állampolgárnak. Ugye ebben nem csak nyilván az oxigén hiánya a megterhelő, de az is, hogy serpák segítségét sem szeretné majd igénybe venni. Az mit jelent az a 75-80 kg-os felszerelés, ami a legvégén, ha én jól olvastam, már hátizsákot sem jelent? Olyankor mi van az embernél? Hát igazából a csúcsmászás, amire egyébként május közepén, inkább május második felében kerülhet majd sor, az akklimatizációs időszakot követően, amikor is ugye hozzászoktatom a szervezetem a ritka levegőhöz, akkor mindent már belső zsebekbe teszek, tehát annyira spórol az ember a súllyal, a tényleg nem szeretnék semmi fölösleget vinni magammal, hogy az energia zselétől kezdve a fényképezőgépen, a GPS-es kütyünk keresztül, tehát pótaksikon keresztül minden belső zsebekben van. És igazából tényleg minden gram számít ebben a magasságban, mert az ember teljesen lelassul, a gondolkodása is, a teste is, igazából minden lépés nagyon komoly megerőltetést jelent. Nagyjából egyharmad annyi oxigént lélegzek a tüdőmbe egy-egy lélegzetvételre, mint itt Magyarország szintjén. De azt olvastam, hogy nem készül másképpen, mint hogyha valaki egy nemzetközi versenyre készülne, nem hegymászásban, hanem egészen más sportágban. Tehát... Hát egy, igen, azt gondolom, hogy egy versenysportoló elszántsága és fegyelmezettsége szükséges ehhez a felkészüléshez is. Egyébként tavaly, amikor a Loccén jártam, ugye a Locce az a negyedik legmagasabb csúcsa világon, szintén 8500 méter fölötti csúcsa az Everest szomszédságában van, közös alaptábor, közös az útvonal is egészen 7700 méter környékéig. Nagyjából 1000 ember volt a hegyen, 600 regisztrált külföldi hegymászó, az őket segítő serpa hegymászók, teherhordók és így tovább, és ebből az 1000-ből, akikről biztosan tudok, ketten voltunk, akik palasz nélkül és magas hegyi teherhordók nélkül ugye mozogtunk. Ez azért veszélyes, mert ők nem profi mászók, hanem egyszerűen sok esetben csak kifizetik azt a pénzt, hogy őket valahogy feljuttassák. Hogyan lehet a veszélyhelyzeteket egy ilyen tumultusban elkerülni? Hogy ne hátráltassák például. Igen, ugye én önálló mászóként indulok, és egyedül fogok mozogni a hegyen, önállóan mozgok saját önállóan hozok döntéseket, mindent én viszek fel a hegyre, mindent én hozok le a hegyről, amit használok, és ezzel szemben itt vannak a kereskedelmi expedíciós kliensek, akik teljes mértékben a serpa teherhordókra, a hegyi vezetőkre vannak utalva, és való igaz, hogy őket lényegében, ha kell, húzzák, vonják, de feljuttatják végül a csúcsra őket sok-sok oxigénnel, komoly logisztikával a hegyen is, és hogyha tömeg alakul, tehát hogyha tumultus alakul ki, hogyha forgalmi dugó alakul ki mondjuk a csúcsgerincen, az számomra különösen nagy veszélyt jelent, mert én palasz nélkül nem tudok várakozni, én megfagynék egy idő után. Most úgy néz ki, hogy az 5 legmagasabb csúcsból a világon ugye meg volt 2, ugye? Így van. És most lenne a harmadik meg. Igen. De a második legmagasabb már, az már megvan. Igen, igen, ez a Big Five nevű kihívás, ugye földünk első 5 legmagasabb hegycsúcsa, ezt szeretném teljesíteni, és a legnehezebbnek tartott K2, ami valóban földünk második legmagasabb csúcsa, ugye 8611 méter, 2019-ben első magyar állampolgárként állhattam a csúcsán, ugye Klein Dáviddal valósítottuk meg az első magyar megmászást, és tavaly pedig a Locce csúcsán álltam, ami a negyedik legmagasabb. Az álomcél most az Everest. Ha
az ideális forgatókönyvet tesszük, akkor az utolsó egy napot vegyük végig, hogy mi történik. Azt olvastam, hogy az esti órákban indul a csúcstámadás, és másnap délután, ha minden jól sikerül, akkor fent lesz a csúcson. Onnan még lesz egy telefonos bejelentkezés, és délután indul vissza. Mikor kell nagyon szorítani? Hát izgalmas végig az expedíció, és hogyha már csak az aklimatizációs köröket nézzük, azért akkor is az ember 7-8 ezer méter közötti magasságokat ér el, és ott van a Kumbu jégesés, ami objektív veszélyek szempontjából egy meghatározó szakasza az útvonalnak, de maga a csúcsmászás, hát igen, ez elindul majd a legmagasabb táborból, az úgynevezett csúcsmászó táborból, ami a déli nyereg lesz, az már kis hiány 8000 méter, és az ezt követő 24 óra nagyjából, ez lesz az, amikor hát a csúcsra megpróbál ugye feljutni az ember, és ez lényegében tényleg, hogyha a K2-t nézzük például, ott az utolsó 150 méter emelkedés, szintemelkedés, az nagyjából 5 órámba került. Tehát most még 237 méterrel magasabbra szeretnék merészkedni, úgyhogy ez az eddigi magasságokhoz képest is egy egészen új dimenzió lesz, azt gondolom. Nyilván szeretném, hogy sikerülne, szeretnék onnan épségben visszatérni, úgyhogy mindenképp egy hatalmas vállalás, és hát nagyon izgatottan és kíváncsian várom, hogy szerintem mindenki nevében nagyon drukkolunk, és akár így, akár úgy, de szerintem visszavárjuk. Így van, megcsináltuk a helyet annak a beszélgetésnek már júniusban. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.